Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Átvette a megbízó levelét Zaják Rita. Polgármesteri tanácsnokként segíti a képviselő a városvezető munkáját. Megérkezett a koronavírus elleni védőoltás Tolna megyébe. Az egészségügyi dolgozók oltásával kezdődik a munka. Lazítottak a szabályokon, már nem mindenhol kötelező maszkot viselni Tolnán. Megalázta, fenyegette, megkötözte. 12 év fegyházat kaphat az élettársát bántalmazó férfi. Átvette tanácsnoki megbízó levelét Zaják Rita, Szekszárd Szociális Bizottságának elnöke a városvezetőjétől. A polgármesteri tanácsnok munkájára Ácsrezső elsősorban a szociális területen számít majd, de mások mellett például az új házi orvosi rendelő építésével kapcsolatos önkormányzati munkát is Zaják Rita irányítja mostantól. Szerdán délelőtt vette át a polgármesteri tanácsnoki megbízó levelét Zaják Rita a város szociális bizottságának elnöke. A frissen kinevezett tanácsnok egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy mint fogalmazott, betemesse az elmúlt hónapokban kialakult politikai árkokat a város közgyűlésében. Első tanácsnokként kapott megbízása az új házi orvosi rendelő építésének előkészítése volt. Az ehhez szükséges pályázatot tavaly december végén be is adta az önkormányzat. Zaják Rita azt mondja, azért döntöttek az Aliszka és az Allende utcák találkozásánál fekvő terület mellett, mert a rendelőbe költöző két házi orvos körzete onnan nem messze található. A kivitelezésnél pedig elsődleges szempont lesz, hogy minél kevesebb zöld területet építsenek be, és hogy a munkálatok során folyamatosan egyeztessenek a környéken élőkkel. Az orvosi rendelő mellett azért egy használható közparkot is szeretnénk létrehozni. Az, hogy abban a közparkban mi legyen, hol legyen, hogy legyen, azt szeretném az ott lakókkal közösen megbeszélni. A BEM utcából egyébként már volt is érdeklődő, aki fel is ajánlotta, hogy bármiben, ha tud segíteni, akkor ezt megteszi. Zaják Rita munkájára elsősorban a szociális területen számít a város polgármestere. Például már vizsgálják annak lehetőségét, milyen módon tudnák növelni a Szekszárdon rászorulók által igényelhető kedvezményes bérlakások számát, valamint azt is szeretnék elérni, hogy a szociális ágazati dolgozókkal együtt a Tolnai megyeszékhely pedagógusai is megkapassák a koronavírus elleni védőoltást. Fel kell azt mérjük, hogy körülbelül hány pedagógusról beszélünk, és hogyha ez megoldható, akkor abban a sorrendben ugye a szociális dolgozókkal, a szociális ágazatban szereplőkkel együtt beoltathassuk őket is. Ácsrezső, a város polgármestere azt mondja, azért kérte fel Zaják Ritát, hogy tanácsnokként segítse a munkáját, mert bár különböző politikai platformot képviselnek, mégis egyértelműen látszik, hogy a harmadik ciklusát töltő képviselő célja az elmúlt években végig a város fejlesztése volt. Együtt vagyunk már a közülésben régóta, ismerjük egymást, vannak kisebb sullódások, nem fogunk átülni a másik oldalra természetesen, sem ő, sem én, de én azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, amelyek mentén egyszerű lesz, vagy könnyű lesz kialakítani majd az együttműködés és az együtt gondolkodást. Ácsrezső a sajtótájékoztatón az új háziorvosi rendelőről is beszélt. Ennek kapcsán a polgármester úgy fogalmazott, nem mondtak le arról, hogy Szőlőhegyen is fejleszték az alapegészségügyi ellátást, ezért a tervek között továbbra is szerepel, hogy rendelő épül a városnak azon a részén is. Nem jelenti az, hogy nem kap Szőlőhegy majd egy orvosi rendelőt. Én azt gondolom, hogy ennek a városrésznek is megjár majd az egészségügyi alapellátás bővítése vagy megújítása, ez pedig egy új orvosi rendelő építését jelenti, úgyhogy ez lezárul, és innen kerül, akkor a következő feladat az lesz a képviselő asszonynak, hogy a Szőlőhegyen az orvosi rendelő ügyét képviselje. Zaják Rita és Ácsrezső azt mondják, a következő időszak legfontosabb feladata az lesz, hogy felgyorsítsák a város nagy beruházásainak előkészítését és a kivitelezéseket. Megérkezett a koronavírus elleni oltóanyag Tolna megyébe. Mintegy 1000 darab vakcinát adnak be a napokban a kórház munkavállalóinak célcsoportonként. Eddig 100 egészségügyi dolgozót oltottak be az ellenanyaggal. Oltópontot alakítottak ki a Tolna megyei Balassa János Kórház C épületében, és hamarosan megérkezik az a hűtő is, amiben hosszú ideig tárolható az oltóanyag. Oltópontot alakítottak ki a Tolna megyei Balassa János Kórházban a két ünnep között. A szekszárdi intézményben a napokban megérkezett 975 koronavírus elleni Pfizer oltóanyag, amiket első körben az egészségügyi dolgozóknak adnak be. A kórháznak a C épületében alakult egy olyan nagy kapacitású oltópont, ami alkalmas arra, hogy ezt a 975 adag egy tálcányi oltóanyagot
ezt 5 nap alatt eloltsuk. Eddig 700 egészségügyi munkavállaló jelentkezett a COVID-oltásra, a Tolna megyei Balassa János Kórház 1600 dolgozójából. 100 alkalmazottat már beoltottak. Folyamatosan oltják majd be a regisztrált dolgozókat egy oltási terv szerint. A kórház főigazgatósága is benne van az első körben. Az oltási tervről annyit kell tudni, hogy most elsőként a egészségügyi dolgozók, azon belül is a fekvőbetegellátásban szolgálatot teljesítők fogják megkapni az oltást. Ugye ebbe tartozik a megyei kórház, illetve a Tolna megyének másik két kórháza, Bonyhárdé és a Dombovári Városi Intézmény. Ezt követően jönnek az egészségügynek a további szereplői, ezt követően a szociális ágazat, ezt követően majd az idősek az eddig tudott oltási rendszerint. Hamarosan megérkezik az a hűtő is, ami mínusz 70 fokon is tud hűteni, ezáltal hosszabb ideig tárolható benne az oltóanyag. Ezáltal a munka szervezése, az emberek behívása is könnyebbé válik, tette hozzá Német Csaba főigazgató. Tolna megyében az oltópontokat a jövőben bővíteni fogják, egyelőre azonban a szekszárdi kórházban van mód az oltásra. A következő adag, mintegy 1000 darab vakcina, a jövő héten érkezik az intézménybe. 2047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést kedden, ezzel 331.768-ra nőtt a hazánkban beazonosított betegek száma. Elhunyt 118 beteg, így az elhunytak száma 10.198 főre emelkedett. Jelenleg 5.646 főt ápolnak kórházban, közülük 396-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében kedden 65 újabb esetet regisztráltak, így a járvány kezdete óta már 6.634-en kapták el igazoltan a vírust az ország ezen területén. Enyhültek a maszkviselési szabályok Tolnán. Január 6-ától csak az arra kijelölt helyeken kell a szájat, orrot eltakaró textilt hordani. A Pezhofer Ágnes polgármester azzal indokolta a döntést, hogy csökkenő tendenciát mutat a koronavírus fertőzöttek száma Tolna megyében. Nagyon gyűlölöm, mert szemüvegem bepárászódik, szöszös bemegy a számba, nagyon szívesen leveszem. Sokan örültek, ugyanis változtak a közterületi maszkviselés szabályai Tolnán. Még novemberben döntött arról a kormány, hogy a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében a 10.000 főt meghaladó települések közterein is kötelező a maszkviselése. Azt, hogy melyek ezek a területek, a települések polgármesterei dönthették el. Akkor Tolna város vezetője úgy határozott, a zöld területeket kivéve mindenhol hordani kell azt. Azonban január 6-ától enyhülnek a szabályok a településen. A Pezhofer Ágnes azt mondja, lazít a szigorításokon, mert jelentősen csökkent a megbetegedések száma. Ezentúl csak a megjelölt köztereken, illetve nyilvános helyeken kötelező az orrot szájat eltakaró maszkviselése. A helyiek közül volt, aki azt mondta, továbbra is hordani fogja a szájmaszkot. Én azért hordom, drága, mert potyognak el az emberek. Úgyhogy én le sem merem tenni, csak otthon. Az új rendelet szerint maszkot kötelezően közintézmények, buszmegállók, üzletek, posta, gyógyszertár, oktatási, nevelési, illetve egészségügyi intézmények 25 méteres körzetében kell hordani. A polgármester az emberekre bízza a döntésjogát, hogy élnek-e az enyhítés lehetőségével. Mindenhol máshol gyakorlatilag nem kötelező, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad maszkot hordani. Nyilván, ha valaki úgy érzi biztonságban magát, akkor arra biztatom, hogy használja a maszkot, de magam is találkoztam több olyan például kismamával, aki a kis gyereket sétáltatta, vagy egy idős emberrel, aki egyedül ment az utcán, és közel távol nem volt senki. A Pezhofer Ágnes arra kéri Tolna város lakosait, hogy a kijelölt helyeken mindenképp viseljenek orrot, szájat eltakaró maszkot az egészségük megőrzésének érdekében. A szigorú korlátozó intézkedések fenntartása indokolt a jövőben, közölte Müller Cecília, országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Hangsúlyozta, a járvány most is tart, a környező országokban pedig jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma. Müller Cecília arról nem beszélt, meddig maradnak fenn a szigorú intézkedések, és arra sem utalt, hogy a jelenlegi intézkedések közül bármelyiket ne hosszabbítanák meg. Így elképzelhető, hogy a kijárási korlátozás, a boltok este 7 órai zárása is fennmarad. A kormány november közepén egy rendelettel teremtett lehetőséget arra, hogy az eredetileg 30 napig hatályos járványügyi korlátozásokat akár február 8-áig fenntartsa.
Eddig szól ugyanis az országgyűlés által adott felhatalmazás. A döntést természetesen a kormány fogja meghozni, azonban láthatjuk, hogy a járvány zajlik, most is tart, a pandémia folyik a világban, és körülöttünk is, hiszen a környező országokban elég jelentősen emelkedett ismételten a fertőzöttek száma. Tehát azt gondolom, hogy az intézkedéseknek, a védelmi intézkedéseknek a fenntartása az indokolt a jövőben is. Még mindig sokan vannak, akik nem tudják megfelelően fűteni otthonaikat. Az Európai Unió lakosságának közel 7%-a nyilatkozott úgy egy 2019-es felmérésben, hogy nem tudja kellően fűteni otthonát. Az optimális hőmérsékletet legkevésbé Bulgáriában tudják megfizetni. A bolgár lakosság 30%-a nyilatkozott így. A kutatásban résztvevő magyarok 5,4%-a mondta azt 2019-ben, hogy nehézséget okoz az otthonuk hűtése. Októberben már 397.400 forint volt a bruttó átlagkereset, 8,8%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset, vagyis amit készhez kap az ember, 262.900 forintot ért el, 9,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A paksi atomerőmű bővítés nem csak a város közvetlen környezetének, hanem az egész térség számára fejlődési lehetőséget jelent. Ez Kalocsa környékét is érinti, különösen a tervezett Dunahíd megépítését követően. A város innovációs központja most 106 millió forint fejlesztési támogatást kapott, ami elsősorban a helyi kulturális élet és a környezet korszerűsítési céljait szolgálja. Az évszázad beruházásának hívott fejlesztés nem csak a környező települések, de a térség számára is fejlődési lehetőséget kínálnak. Ez érinti a Duna túlpartján lévő településeket is, különösen a tervezett Dunahíd megépülte után, hangzott el a tájékoztatón. Fivin Géza, a Kalocsa polgármestere azt mondta, erre a helyzetre kell felkészülniük, és ebben jelentős segítséget jelent a most megkapott támogatás. Süli János miniszter úrnak nagyon hálás vagyok egyébként ezért a gondolkodásért, hogy a kalocsai térséget is beveszi, és nyilván Kalocsa városa is azért alakította a Kalocsai Innovációs Nonprofit Kft-t, hogy erre a Paks 2 beruházásra fel tudjunk készülni. Az Innovációs Kft. Vezetője Zsikó Zoltán azt mondja, a forrás több mint fele a helyi kulturális és fesztivál élet felvirágoztatását szolgálja majd. Emellett a város modernizációjára is fordítanak jelentősebb összeget. Zsikó Zoltán véleménye szerint ma még a Duna túloldalán élők nem tudják felmérni, milyen lehetőségeket is hordoz majd magában az atomerőmű fejlesztése és a Dunahíd megépülte. Én azt gondolom, hogy ha a következő években a Kalocsát és Paksot összekötő Dunahíd megépül, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen át fog rajzolódni a földrajzi viszonyrendszer és az erőviszonyrendszer itt a térségben, és azt gondolom, hogy Szekszárdnak, és ezt mondhatom szekszárdiként, bátaszékiként, Paksnak, Dunaföldvárnak és Kalocsának szoros együttműködésben kell gondolkodnia, és egy nagy közösséget fog majd alkotni itt az atomerőmű építése kapcsán. Fielding Géza polgármester azt mondja, az egykor 20 ezer lélekszámú Kalocsa felkészülve várja azt a helyzetet, amely a gazdaság fejlődését hozza a térség és a város számára egyaránt. Akár 12 év fegyházra is ítélheti a bíróság azt a férfit, aki megfenyegette élettársát, hogy megöli és több ízben megalázta, félelemben tartotta a nőt, mert nem akarta elfogadni, hogy a párja mást szeret. A vádlott a bűncselekmények elkövetésében a közös 17 éves gyermeküket is bevonta. Egy alkalommal annak érdekében, hogy ráijesszenek, megkötözték az asszonyt, ám ő ki tudott szabadulni. A szekszárdi járási ügyészség a napokban emelt vádat a férfi ellen. 23 év után romlott meg egy tamási pár viszonya. A nő tovább akart lépni, lett is egy kapcsolata, ám a férfi ezt nem fogadta el, és egyre agresszívabbá vált. A nő új párját állandóan zaklatta. A másik férfit rendszeresen zaklatta, az utcán követte, a házánál megfigyelte, illetve egy alkalommal a házának az udvarára is beugrott a kapun keresztül, és bántalmazta.
Ezen emellett a saját élettársát is folyamatosan félelemben tartotta, megalázta, és ezen kívül pedig az életének a kioltásával, illetve bántalmazással fenyegette folyamatosan. A vádlott egy alkalommal megfenyegette az asszonyt, hogy megöli. Egy fotelbe lökte, megkötözte a csuklóit, ám az asszony ki tudott szabadulni, és kimenekült a házból. Az ügyészség szóvívője azt mondja, a férfi folyamatosan félelemben tartotta élettársát. Volt egy késkészlete, és közben beszerzett egy lőfegyvert is. Lövéseket adott levele, és fiát is lőni tanította. Mindez fenyegető hangulatot teremtett közös otthonukban, ezért nem mert korábban elmenekülni a nő. A vádlott 17 éves közös gyermeküket is bevonta a bűncselekmények elkövetésébe. Ezzel a szülői feladatából eredő kötelességet is megszegte. A szexuális járási ügyészség aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének büntette miatt emelt vádat egy 45 éves férfi ellen, valamint a 18 éves, azonban az elkövetéskor még fiatalkorú fia ellen. Továbbá a felnőtt korú vádlott ellen még zaklatás vétsége, kapcsolati erőszak büntette, kiskorú veszélyeztetésének büntette és lőfegyverrel visszaélés büntette miatt is vádat emelt az ügyészség. A férfi 2020 márciusa óta van letartóztatásban. Az ügyészség fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést kiszabását, közügyek gyakorlásától és foglalkozástól eltiltását, a lőfegyver és tartozékai elkobzását, míg a fiatalkorú vádlottal szemben próbára bocsátás és annak idejére pártfogó felügyeletének elrendelését szorgalmazza a Tamási járásbíróságnál. A férfi tettéért akár 12 év börtönt is kaphat. Embercsempészt és 9 migránst fogtak el a rendőrök az M6-os autópályán. A csempész bolgár állampolgár, az illegális határátlépők pedig szírnek vallották magukat. A sofőr akár 15 év börtönt is kaphat. Migránsokkal teli a kisbusz, ez látszik a nyomozók fotóin. A bátaszéki autópálya rendőrök az M6-os autópályán a fácánkerti pihenőnél igazoltatták a bolgár rendszámú jármű sofőrjét. Ekkor derült ki, hogy illegális határátlépőket szállít. A járművezetője 9 magát szírnek valló férfit szállított az autójával. Magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni a járműben utazók. A kihallgatások még szerdán délelőtt is tartottak. Az embercsempész akár 15 év börtönt is kaphat. A bolgár embercsempészt kollégáim őrizetbe vették, jelenleg is folyamatban van a gyanúsítottkénti kihallgatása. Az illegális migránsokat, meghallgatásukat követően pedig kollégáim visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az elmúlt időszakban egyébként újra egyre több illegális migráns próbált Tolna megyén keresztül Nyugat-Európába jutni. Néhány hét alatt már összesen több mint 100 migránst és embercsempészt fogtak el a rendőrök az országnak ezen a részén. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Nincs városfejlesztési terv az ellenzék szerint, veszélyben a pécsi uniós források. Karácsonyfa elszállítás, szerdán kezdik meg a munkát Pécsen. 60 éves a pécsi balett, számos programmal készülnek 2021-re. Mit tett a városvezetés Pécsen az elmúlt 14 hónapban, miért nem készült fel a következő 7 év uniós pénzügyi ciklusára? Ezek voltak azok a kérdések, amelyek felmerültek az ellenzéki oldal évindító tájékoztatóján. A politikusok elmondták, tervek nélkül nem nyerhet ezekből a forrásokból a Baranyai megyeszékhely. A mostani városvezetésnek 14 hónapja volt, hogy felkészüljön erre, de ehelyett mindenféle frontot nyitott, miközben a kormányzat több milliárddal támogatta a várost, hangzott el az értékelőn. Mit tett a városvezetés Pécsen az elmúlt egy évben, és mit várhatunk az idei évtől? Erről tartott értékelő sajtótájékoztatót a jelenlegi ellenzéki oldal és a terület országgyűlési képviselője kedden. Kiderült, hogy a Baranyai megyeszékhely nincs felkészülve az új, 7 éves EU-s pénzügyi ciklusra, ami most 2021-től indul. Így pedig nem tud forrásokat szerezni az európai büdzséből, mondták a politikusok. De ez az új 7 évhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy minden ilyen nagyvárosnak, minden megyéjogú városnak legyen egy frissített, integrált városfejlesztési stratégiája. A pécsi önkormányzat balliberális városvezetése képtelen volt 14 hónap alatt egy önálló városfejlesztési stratégiát megalkotni és letenni az asztalra. Pécs az a város, Dunántúlnak az a nagyvárosa, amelyik nem rendelkezik
a startpisztoly eldördülése pillanatában saját, frissített városfejlesztési stratégiával. Ez tragikus helyzet. A képviselő azt mondja, mindenféle ötleteléssel nem lehet fejlesztési pénzeket nyerni. Világos, megalapozott tervezésre lett volna szükség az elmúlt 14 hónapban, hogy sikerrel indulhasson versenybe a többi várossal az uniós források megszerzéséért Pécs. Ez azonban nem történt meg, a város jövője, jólléte helyett a hatalmi osztozkodásé volt a főszerep, mondja a politikus. Szerdán kezdődött a kukák mellé kihelyezett fenyőfák elszállítása Pécsen a megszokott szemétszállítási napokon. A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy a fákat a díszektől megtisztítva kell kirakni. A földlabdás növények eladományozására is lesz lehetőség. Egyre több fenyőfával találkozni Pécsett a szemetes konténerek mellett. Sokan már karácsony után az utcára rakják az ünnep egyik ékét, a legtöbben azonban megvárják vele január 6-át vízkeresztet. A Baranyai megyeszékhelyen is ettől a naptól kezdi a Dielkom összeszedni őket a megszokott szemétszállítási napokon. Arra szeretnénk kérni a tisztelt lakosságot, hogy ezeket a fákat hulladékmentesen helyezze ki a szemetes edények mellé, tehát ne legyen a fán se karácsonyfatap, se szaloncukorpapír, vagy pedig fenyődísz. A szolgáltató arra is megkér minden lakót, hogy a másfél méternél nagyobb fákat lehetőségükhöz mérten vágják ketté. Manapság egyre többen próbálják a földlabdás fenyőket az ünnepek után kiültetni saját kertjükbe vagy a közterületekre, viszont a szakemberek szerint ez nem olyan egyszerű. Azt mondják, akinek nincs saját zöld területe, vagy nincs ideje foglalkozni a feleslegessé vált fával, nekik jelenthet megoldást a fenyők eladományozása. Az adományozókat egyébként e-mailben is értesíti a szolgáltató arról, hogy hova került kiültetésre a fájuk. Idén 60 éves a Pécsi Balett. 1961. január 3-án tartotta első bemutató előadását a társulat Balettest 1961 címmel a Pécsi Nemzeti Színházban. Ek Imre egyik alapító három koreográfiájával mutatkozott be akkor a társulat. A művész koreográfiája nem a látványt helyezte előtérbe, hanem a gondolati tartalmat. A jelenlegi társulat tisztelettel ápolja az elmúlt 6 évtized hagyatékát. Magyarország tánctörténetének mérföldköve volt a Pécsi Balett megalakulása. A tánc a pillanat művészete, ezért különösen nagy dolog, hogy immár 60 éve virágzik, hazánk első modern balett együttese. 2021 tavaszára a Nemzeti Kulturális Alap és az EMMI támogatásával számos programmal készül a Pécsi Balett. Tánctörténeti érdekesség Uhrik Teodóra pályája, aki alapító tagként, jelenleg ügyvezetőként, mint egy szimbolikus híd összeköti a múltat a jelennel. Ugye a táncművészet mindenképpen az egyetemes színház művészete része. Hát ezt az örökséget kordozzuk, és Vince Balázs, aki 10 évig volt előttem a balettnak az igazgató, és koreográfus is most is, ő is ezt vallja nagyon-nagyon odadóan, tehát úgy gondoljuk, hogy ne váljunk olyan fajta réteg művészetté egy nagyvárosban, nem a fővárosban, sokkal könnyebb, mert ott a közönség válogat, megnéz egy balettet, megnéz egy kortárs előadást, megnéz olyat, ami csak mozgásformából áll, válogat. Itt egy színházban, ebben az egy színházban kell különböző ízléseket magas nyugvonalon kiszolgálni. És végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Átvette a megbízó levelét Zaják Rita. Polgármesteri tanácsnokként segíti a képviselő a városvezető munkáját. Megérkezett a koronavírus elleni védőoltás Tolna megyébe. Az egészségügyi dolgozók oltásával kezdődik a munka. Lazítottak a szabályokon, már nem mindenhol kötelező maszkot viselni Tolnán. Megalázta, fenyegette, megkötözte. 12 év fegyházat kaphat az élettársát bántalmazó férfi. Csütörtökön várhatóan vékonyodik a felhőzet, fokozatosan eloszlik a reggeli párásság, majd kisüthet a nap is. Itt-ott előfordulhat futózápor, illetve hózápor, de számottevő csapadék nem várható. Este, éjjel nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, hajnalban elszórtan hószálingózás, szitáló havas eső várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!